Hofer Mi vagyok, jogi szakok leveles közgazdász, nemzetközi adószakértő, több mint húsz évi gazdasági igazgatóként, elsősorban gazdasági igazgatóként dolgoztam nemzetközi és magyar nagyvállalatoknál, és amikor váltottam a karrieremben pár éve, akkor pedig kisebb, illetve nagy vállalatoknak is, de mint tanácsadó, adok gazdasági tanácsot, foglalkozom cégértékeléssel, üzleti tervkészítéssel, rendszerek kialakításával, folyamatok rendbetételével, és az utóbbi pár hónapban pedig létrehoztam az Instagram oldalamat, ami az okosan hozt be, és elkezdtem újból blogot írni, mert két éve már Nekiálltam a blogírásnak, de most úgy érzem, hogy ebben sokkal kitartóbb vagyok. A hofernoemi.hu internetes oldalamon van egy menüpont blog név alatt, és ott vannak összegyűjtve az írásaim. Ez pusztán örömet okoz nekem, és remélem, hogy sokak segítségére lehetek a pénzügyi tanácsaim ilyen jellegű megosztásával is. Uh, ahogy az Instagram neved is mondja, hogy, hogy hogyan osszuk be, és ez a, a Golden Milk hallgatóinak a, a nagy részét szerintem érintheti, hiszen fiatal felnőttek a, a hallgatóbázis nagy része, és uh, ott ott lebeg mindenki fölött ez a nagy kérdés, hogy mégis hogyan priorizáljunk, mégis uh, hogyan induljunk el a, a pénzügyi tudatosságnak az útján, ami ugye kéz a kézben jár a, a szellemi jóléttel, azzal, hogy mi jól érezzük magunkat, de arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan kötöd össze a, a jólétet és a wellness az anyagi biztonsággal, illetve a pénzhez való viszonyunkkal. Ha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy miért idegeskedünk a legtöbbet, akkor azt gondolom, hogy az első öt válaszban benne lesz az, hogy a pénz az anyagi biztonság. Akkor is, hogyha valakinek kevesebb van, és akkor is, hogyha valakinek több pénze van, hiszen az utóbbi esetben az értékmegőrzés, az értéknövelés az az, ami foglalkoztatja az illetőt. A jólétünknek elengedhetetlen része szerintem a nyugalom és a biztonság, amelynek az egyik pillére az anyagi biztonság. Ugye azt nem kell magyarázni, hogy az élethez szükséges a pénz, hiszen a pénz a javaknak a csere eszköze, de az, mert kicsit magyarázatra szorulhat, hogy akkor vagyunk ö, nyugodtabbak, mind a munkánkban, mint a magánéletünkben, hogyha rendezettek az anyagi viszonyaink. Kevesebbet szorongunk, kevesebbet veszekszünk a környezetünkkel, egyszerűen jobban érezzük magunkat, és hogyha jobban érezzük magunkat, akkor könnyebben maradunk egészségesebbek is, tehát ez egy örök korforgás, mondhatjuk azt is. Bizony. Persze attól még rengeteg mi, dolog miatt lehet idegeskedni, hogyha pénz miatt nem, de számomra itt kapcsolódik össze az anyagi jólét és a pénzügyi biztonság. És neked mit jelent vetti, hogyha ezt megkérdezhetem? Hát, hát én pont abba a kategóriába tartozom, aki szorong rajta. Mondjuk én alapból sok mindenen szoktam így, így kattogni és szorongani, és, és én egy ilyen nagyon előre tervező valaki vagyok, és ehhez nyilván kapcsolódik szorosan a, az anyagi biztonság is, illetve, amit te is mondtál, a, a gyarapítása nem is csak a, a beosztása, hanem az, hogy mi lesz később. Én például már most is sokat gondolok arra, hogy mi lesz egyszer majd, ha nyugdíjas lesz az ember, mert hogy annyira elkeserítő híreket lehet ugye hallani, hogy például az én generációmnak, de szerintem már a tiédnek sem biztos, hogy ugyanolyan nyugdíjfeltételei lesznek. és és ez bármennyire is messze van, én ezen tudok szorongani, de ugyanúgy azon, hogy egy ingatlan vásárlás, vagy pedig az, hogyha később már gyereke lesz az embernek, hogy annak a gyereknek szeretnéd ugye a lehető legtöbbet megadni, a legjobb egyetemre járatni, és ez így kicsit néha egy eszkalálódni tud a fejemben, hogy, hogy, túl sok minden, és tudom, hogy, hogy van egy ilyen mondás, hogy aki, aki túl gondol dolgokat, meg túl túlságosan szorong valamin, az kétszer éri meg ugyanazt a stresszt, mert egyszer, amikor megéli, egyszer pedig, amikor ugye fejben ezek, ezek a gondolatok ott vannak. Úgyhogy én igen, én ebbe a kategóriába tartozom, és számomra azt jelenti amúgy az anyagi biztonság, hogy, hogy ne kelljen az életszínvonalomon lejjebb adni, és mindig legyen egy jövőkép, egy, egy, egy rövid és egy közép, illetve egy hosszú távú jövőkép, felé lépcsőzetesen tudok haladni. Szóval nem az, hogy megrekedni egy bizonyos szinten, és hogy mindig egyre több megtakarításom legyen, egyre több biztonságot adó háttér legyen mögöttem. Röviden ennyi. Vagy nem olyan Köszönöm. röviden. <laughs> Igen, ezt még ős elég hosszan elmondtad, de azt hiszem fogunk is ezekről még beszélgetni a mai podcast során. Most, hogyha már éppen ugye itt a szorongásról beszéltünk, például a, azoknak az ügyfeleidnek, akik hasonló cipőben járnak, mint mondjuk én, mi, a, mi szokott lenni a javaslatot, hogy mit tudnának változtatni önmagukban, vagy a, a, szokásaikon ahhoz, hogy ne szorongjanak annyira a pénzügyeken? A tervezhetőség és a tervezés egy jó eszköz ehhez. Ugye ez nem egy exakt tudomány, amihez lehet tuti módszert mondani, azonban vannak olyan bevált Rutinok, tak taktikák, technikák is, amelyekkel javíthatunk a szorongási szintünkön, tehát lejjebb vihetjük. Először érdemes egy megfigyeléssel kezdeni, hasznos megismerni, hogy ki mire mennyit költ, hogy mi fontos az életünkben. Ezért azt szoktam javasolni, hogy hasonlóan egy fogyókora naplóhoz három hónapon át írjuk, hogy ki mire költ, mennyi bevétele van, és elég részletesen meg lehet ezt tenni, úgy, mint egy naplót. Tehát először érdemes írni a bevételeinket, akár akkor, hogyha alkalmazottak vagyunk akár pedig, hogyha mondjuk szabadúszók, vagy kisebb vállalkozásunk van, de úgy rendelkezünk a bevételeink felett, hogy szabadon, akkor azokat kategóriánként érdemes vezetni, valamint a kiadásainkat nagyobb csoportra osztva. Ugye az ismeretes, hogy a kiadásoknak a nagy része három csoportra tagozódik, az otthonnal kapcsolatos, az étkezéssel és a közlekedéssel kapcsolatos kiadások, de hogy ezen kívül még számos kiadástípus van, hiszen költeni kell a gyerekek tanítatására, költünk utazásra, szórakozásra, egészségügyi kiadásokra, lakásvásárlásra, Különböző IT eszközökre, tehát nagyon sok mindenre költhetünk. Ez alatt a három hónap alatt megfigyelhetjük, hogy mi az életünkben aktuálisan, mire is költünk. Ezt a megfigyelést egy egyszerű Excel táblázatban is elvégezhetjük, vagy pedig kereshetünk rá valamilyen applikációt, hogyha az a szimpatikusabb. Miután ezeket leírtuk, látjuk, hogy Mire is megy el a pénzünk nagy része? Hiszen az, hogy az általános kutatások mit mutatnak, hogy általában az emberek mennyit költenek ezekre a típusú kiadásokra, az egyáltalán nem biztos, hogy a mi esetünkben is így van, hiszen mm -hmm. lehet, hogy valakinek van egy lakása, vagy akár otthon lakik, más pedig albérletben lakik, van, akinek van gyereke, másnak mondjuk nincs gyereke vagy többet kell költeni az egészségére, vagy fontosabb számára az étkezés és arra többet, tehát először jól látni, hogy mire mennyit is költünk. Azt követően pedig célszerű meghatároznunk azt, hogy a következő időszakban mikre szeretnénk nagyobb összeget elkölteni, milyen céljaink vannak. Lehet az mondjuk akár egy autóvásárlás, egy lakásvásárlás, de lehet akár egy gyermek beiskoláztatása, vagy pedig valamilyen komolyabb, mondjuk egészségügyi műtét, vagy egy nyaralás, egy szórakozás, tehát egy-egy cél. És ekkor egyszerűen ennek a célnak az érdekében át kell gondolni, hogy időlegesen milyen szokásunkon változtatunk, mire költünk kevesebbet, mondjuk például kevesebbet költünk ruházkodásra, vagy mondjuk kertészkedésre adott esetben, mert van egy másik célunk, amit pedig szeretnénk elérni. És vannak olyan trükkök, amelyekkel érdemes még élnünk, például azt, hogy főzéssel szerintem nagyon sok pénzt lehet megspórolni még akkor is, hogyha nagyon egészségesen étkezünk. Tehát, hogyha valaki ezt kipróbálja, hogy tényleg csak bioalapanyagokból, húsból, zöldségből étkezik, akár mondjuk vegán módon, akkor nyilván akkor ugye húsból nem, tehát ugye ezért mondom, hogy többféle lehetőség is van. Mégis akármilyen extrémnek és egészségesnek is tűnik, sokszor mi Jóval kevesebbet volt költeni étkezésre, mint hogyha állandóan ételt rendelne vagy étterembe járna. Ugye most ebben a szituációban nem is járhatunk ételembe, de ételt rendelni lehet. És így is azon túl, hogy, hogy sporolunk, valószínűleg jóval egészségesebbek is leszünk. De nézhetjük mondjuk a sportolási szokásokat is, amikor majd lehet újból járni edzőterembe. Azt is adott esetben jó kombinálni azzal, hogy valaki egy-kétszer elmegy edzőterembe, de a többi alkalma akkor otthon sportol ingyenes mm. YouTube videóra. A szorongási szintünk csökkentéséhez, pedig szerintem a legtutibb eszköz először is a víztartalék képzése, uh -huh. ami lehet minimális szinten egy három hónap megélhetéshez elegendő vésztartalék, de ahhoz, hogy a nyugalmi szintünk az jó érezhetőbb legyen. Szerintem egy 6-9 hónapos tartalékra van szükség. Tehát először azt gondolom, hogy erre érdemes pórolni, de ahhoz is, hogy ezt tudjuk, hogy mennyi az a pénzösszeg, amihez nekünk kell, ahhoz az előtte lévő elemzést, felmérést el kell végeznünk, hogy tudjuk, hogy körülbelül ugye milyen összegre van szükségünk. És ezt a vésztartalékot érdemes úgy tartanunk, hogy bármikor hozzá tudjunk nyúlni, hogyha akár történik egy olyan baleset, vagy, vagy egészségügyi probléma, amire a biztosításunk nem nyújt elég fedezetet, vagy egyszerűen valaki elveszíti a munkáját, vagy csak kevesebb bevétele lesz, akkor ez az a tartalék, amit fel tud használni és semmiképpen sem javaslom, hogy mondjuk egy újabb monitor megvásárlására használja ezt a tartalékot, tehát hogy ezt úgy kell elhelyezni a tudatunkban, hogy tényleg tudjuk, mi az a cél, amire ez van. Azt követően pedig jöhetnek majd a kisebb céljaink, hogy éppen mikor mi a fontos az életünkben. A szorongás csökkentésére ez a vésztartalék szerintem egy elég jó eszköz. Gondolkoztál már azon, hogy ezt összehoz magadnak, vagy rendelkezel ezzel, csak annak ellenére is? Én nekem a, a megtakarítás része az a szerencsére biztos, viszont, viszont itt. Közben itt cikáznak a fejemben a gondolatok, ahogy mondod ezeket, és, és az itt eszembe, hogy amennyire tényleg felgyorsult a, a világunk, annyira azt érzi az ember, hogy mindent szeretne, meg annyira azt érzi, hogy, hogy nem is tudja, hogy, hogy egyáltalán mi az, amire most szüksége van, hanem tényleg csak a, 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 egy átlag 30. Plusz egy-két-három éves ö, valakiről beszélek, most tényleg a saját korosztályomról. Ugye ott van a saját ingatlan, de jó lenne autó is, de nyilván most szeretnél utazni, mert fiatal vagy, és még képez 6-9 hónapnyi tartalékot, és szeretnél csinos is lenni, és hogy ebben a bőség zavarában lehet szerintem igazán elveszni, mert hogyha csak egy dologra kell külön félretenni, akkor szerintem az, az, az eléggé tudatosítható, és, és tényleg megnézi az ember, hogy mi az, amire adott esetben a legkevésbé van szüksége, abból elvesz, és akkor át tudja csoportosítani. De hogyha, hogyha szeretnénk tényleg egy, egy kényelmes színvonalat, egy nem elrugaszkodott, de kényelmes színvonalat biztosítani magunknak, akkor az baj, hogy azt érezhetjük, hogy valamiről le fogunk csúszni. Hogyha házat szeretnénk venni, akkor, akkor lehet, hogy lecsúszunk arról, hogy, hogy megismerjünk fiatal helyeket a világ különböző pontján. De hogy szumma szumárom, én azt érzem, hogy mint mindenben itt is a bőség zavara az, ami egy kicsit megrészegíti az embert, és én itt én ebben érzem egy kicsit a, a szorongást. Ez az én tapasztalatom. Igen, hogy minden sokkal könnyebben elérhető, mint mondjuk ahhoz képest, amikor én voltam még mondjuk tinédzser, vagy egyetemre jártam, tehát akkor szűkösebbek voltak Igen. a lehetőségek is. Ezt Igen, viszont, értem. viszont az anyagi biztonság akkor pedig kicsit stabilabb lábakon állt, hiszen ugye ez a, ez a, generáció, a millennials generáció az első így gazdaságtörténetben, a modern kori gazdaságtörténetben, aki bizonyítottan szegényebb az előtte levő a boomers generációnál, és ez hát, ugye erről rengeteg cikk, meg tanulmány készült, meg mémek, meg mi egymás, és itt is ezt valahogy így tudatosítania kell magába ennek a generációnak, hogy bizony valamit megváltozott, a világgazdaság más irányba ment, hogy például erre milyen tippet tudnál adni, hogy akár ebből előnyt kovácsoljunk, ebből a hátrányból, vagy úgy alapból egy ilyen jó tanács, vagy bölcsesség a millenials fiatalok számára? Igen, ugye nem vagyok generációs szakértő, de mint közgazdász én is olvastam ezeket a tanulmányokat, meg most kicsit alaposabban utána is néztem. És igen, eléggé elszomorító, hogyha nézzük ezeket a nemzetközi globális felméréseket, akkor azt lehet látni, hogy a millennium generáció reál jövedelemben 18%-kal kevesebbet keres, mint az előző generáció, ami egy óriási szám. Bizony és tényleg ezt csak a tudatosság növelésével lehet valamelyes kompenzálni, és a fogyasztás csökkentésével, mert az is biztos, én magamon is tudom, hogy nagyon sok olyan felesleges dologok, dologra költöttem, ami igazából hosszú távon nem okozott örömet. És biztos, hogy ez egy jó technika, amit ugye sokan tanácsolnak, és Szerintem is egy bevált módszer, hogyha a vágyainkat leírjuk, hogyha mi szeretnénk valamit vásárolni, akár a kisebbet, akár a nagyobbakat, és nem csak ráklikkelünk rögtön egy vásárlási lehetőségre, hanem várjuk, érleljük ezt a gondolatot, hogy tényleg szükségünk -e, van-e arra a 30. ruhára, és valóban attól leszünk kecsinosabbak vagy majd évente egyszer-kétszer felvesszük, és igazából nincs is rá szükségünk, hanem jobban éreznénk magunkat, hogyha kicsit spórolnánk egy utazásra. De visszatérve konkrétabban a millenőmi -um generációra, még azt is olvastam, hogy egy amerikai kutatás szerint a COVID járvány miatt a 45 év alattiak 52%-a legalább egy állását elveszítette. Ez óriási szám, úristen. Míg a 45 év felettiek között csak 26 százalék, ami csak ugye idézőjelben mondva, hiszen az is rengeteg, de mindenképpen a fele annyi azoknak a száma, akik hasonlóan elveszítették egy állásukat. Most ez részletesen nem tért ki a, az a az agyag, amit olvastam, hogy pontosan ez hány órás állást jelent, de hát ez a, a nélkül is érzékelhető a trend, és, és valamelyest a volumen is. Tehát biztos, hogy a, a tudatosság, a megfontoltság, a célra félretevés, a spórolás, az egy jó eszköz lehet a ennek a milleniumi generációnak így neked is, és, és ez ugye nem csak a pénzügyekben mutatkozik meg szerintem, hanem úgy látom, hogy ti azért egészségesebben is éltek, Fontosabb már számotokra a környezetvédelem. Nagyon remélem, hogy az én generációm és az én ismerőseim számára is egyre fontosabb, és ezt szerencsére tapasztalom is. Ha máshogy nem, akkor az ember mondjuk az egészsége védelmét egy krízis hatására megtapasztalta, uh -huh. hogy tényleg nem mindegy, hogy mit teszik és hogy mennyit dolgozik, mert csak egy élete van, és ezért fontos, hogy harmóniában legyünk, de hát azt tudom mondani, hogy reálisan kell felmérni nektek is, ennek a generációnak is az, az esélyeit, a lehetőségeit, és megtalálni azt, hogy hogy hogyan lehet, hogy, tehát, hogy akkor tudatosan jó átgondolni és felmérni a lehetőségeket, hogy milyen lehetőségek vannak, mondjuk lakásvásárlása, mi az, ami egy elérhető cél, és a, egy olyan elérhető cél, ami miatt érdemes másról lemondani. Tehát ezt elmondanám, hogy amikor én egyetemi voltam, nekünk sem volt könnyű dolgunk, mert 93 és 98 között jártam egyetemre, amikor éves szinten 18-28 százalék volt az infláció, tehát ez azt jelenti, hogy az öt év alatt több mint két és félszeresére emelkedtek az árak, és én mondjuk emlékszem, hogy az ösztöndíjam ugyanannyi volt az első évben, mint az ötödik évben, mm -hmm. pedig magasabb volt az átlagom. Tehát biztos, hogy minden generációnak megvannak a problémái, de természetes, hogy most a millénium generációval kell elsősorban foglalkozni, és ez gazdasági szinten is jelentős kérdés, hiszen pont ez a fogyasztó réteg, amire korábban a gazdaság támaszkodott. Igen. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mennyit vásárolnak és mit. És annak a lehetőségét látom ebben, hogy a sok olcsó és környezetszennyező dolgok talán így nem kerülnek megtermelésre, mm. és csökken majd a fogyasztás, és tudatosabban fogunk fogyasztani. Lenne itt egy keresztkérdésem, ami csak a, a személyes véleményedre lennék kíváncsi, mert ez kicsit inkább ingatlan piachoz kapcsolódik, de hogy említetted, hogy érdemes ugye felmérnünk a saját igényeinket, például mondjuk egy lakásvásárlás esetében is, és hogy hogy gondolod, hogy látod például a, a hozzátfordulók között, hogy ebben esetleg elrugaszkodottabbak vagyunk, hogy többet szeretnénk többet szeretnénk nyújtózni, vagy messzebbre szeretnénk nyújtózni, mint ameddig elér a paplanunk, vagy, vagy ebben azért megfontoltabbak, hiszen ez a legnagyobb kiadása általában egy embernek az élete folyamán. Sokszor azt tapasztalom, hogy igen, többet szeretnének, mint ami a reális lehetőség. Én a step-by-step step haladásnak vagyok mm -hmm. a híve, és először legyen az embernek akár csak egy kis 35 négyzetméteres lakásra, és vegyen fel kisebb hitelt, amit biztonságosan tud törleszteni, akármi is adódik az életében, és aztán majd, hogyha ezt ki tudta fizetni, és forrolt még mellé pénzt, vagy egyszerűen ki tudta fizetni, és már nincsen lakáshitele, és el tudja majd adni azt a lakást, akkor majd tovább tud lépni egy nagyobb lakás megvásárlása felé, akár egy család alapítással, ugye, egybe kötve, mert nyilván gyereket nem lehet 35 négyzetméteren nevelni. Persze a történelemben voltak erre példák, de azért nem gondolom, hogy ez lenne az, az ideális. Tehát azt hiszem, hogy nem szabad türelmetlennek lenni, mert ezt sokszor tapasztaltam, mondjuk úgy, ebben a fiatalabb generációban, a munka során is, hogy valaki rögtön nagyon gyorsan szeretne vezető lenni, anélkül, hogy mondjuk megtapasztalná azt, hogy, hogy milyen is ott dolgozni, az kár alacsonyabb szinten egy vállalatnál. Úgyhogy ez a rögtön mindent akarunk, ez az érzést, ezt kicsit vissza kell tompítani, de úgy, tehát ügyesen, hogy a, Azért az ambíciót ne veszítse el senki, uh -huh. mert az viszont nagyon jó motivál, motiváló erő, hogyha valaki ambíciózus, és szerintem tiszteletre méltó. Mindenképpen. Én, én ezt nagyon értékelem az emberekben, hogyha ott van az ambíció, meg az, hogy mer álmodni, mert hogyha nem álmodunk, akkor nem is lesznek céljaink. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. És csak amit említettél, azról, hogy hogy a munkában is azt tapasztalod, hogy nagyon gyorsan szeretnének fiatalabbak felkerülni magasabb pozíciókba. Én, én azt látom, hogy ez az ugrálás, ami van munkahelyek között, hogy ez is. Egyik szempontból értem, amikor azt mondják, hogy megváltoztak az idők, és hogy most már nem kell lehúzni 15-20-30 évet egy cégnél. Rendben, de hogy én, én például személy szerint azzal sem tudok azonosulni, amikor egy önéletrajzban egy 30 évesnek 6-7 munkahelye van és, és tényleg évente vált, váltotta, mert akkor, akkor nem lojális a, a cég iránt, illetve annyi idő alatt nem is tudja úgy megtanulni a, a, feladatokat, nem tud olyan nagy problémákkal, kérdésekkel ott szembesülni, úgyhogy ebben én egy picit ilyen vaskalaposabb vagyok. Megértelek. Azt gondolom, hogy a millénum generáció van élő fiatalok, vagy benne lévő fiatalok számára egy három év, egy adott munkahelyen az ideális lehet, persze annál több is, hogyha van lehetőségük karrierükben feljebb lépni, vagy más érdekes területet megismerni, akár ugyanazon a szinten, de egy olyan területen, ami még érdekli őket. De teljesen megértem, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor úgy érzik, hogy három év után unalmas az a munka, és máshol keresnek jobb lehetőséget. Viszont ezt a három évet szerintem is jó kivárni. Ez ilyen arany középútnak mondható. Szerintem a hallgatók közül sokan így papírral tollal ülhettek le, hogy majd itt bőszen jegyzetelni fognak az a sok tippből, hogy, hogy hogyan tudnák tudatosabban alakítani a pénzügyeiket. Megosztanál velünk néhányat, ami szerinted mindenképpen fontos ahhoz, hogy jobban átlássuk, hogyan állunk, és hogy közelebb kerüljünk a célokhoz? Igen, mondanék pár általánosabb tippet. Érdemes meggondolnunk, hogy akár a munkába jövet, menet is veszünk-e kávét, és nem lenne elegendő csak egy kávét vennünk hiszen azért több helyen közel ezer forint, vagy akár több is, mint ezer forint egy, egy sétálós kávé. Ez is olyan, ami így önismeretet igényel, hogy ismerjük meg a szokásainkat, és akkor abból próbáljuk meg kicsit lefaragni. Vagy biztos nagyon sok ember előfordul, mint ahogy velem is előfordult, hogy egyszerre volt tíz arckrémem, és a szavatosság idő lejárata előtt nem is tudtam volna elhasználni, és meg voltak kezdve. Tehát, hogy azért mondjuk legyen meg a napi rutinokhoz szükséges készítmények tára, de amíg nem használtuk el, addig ne vegyünk akkor se, hogyha az éppen akciós, hiszen az adott esetben pénzkidobás lesz, és Hű. Lehet, hogy később lesz még egy jobb akció, és majd akkor fogunk tudni vásárolni, amikor éppen nincsen már krémünk, vagy csak két napnyi adag van. Ó, az akció, az nagyon jó, hogy mondod, mert na, én például erre így rászoktam euh, így csusszanni, hogy euh, csúnyán mondjam, hogy meglátom, hogy akciós, jó, akkor most előre betárazok belőle, holott euh, nem biztos, hogy úgy szükség van rá, úgyhogy ezt szerintem nagyon jó, hogy mondtad. Akkor ugye Magyarországon a közlekedés azért nem annyira drága, hogyha tömegközlekedést használunk, de hogyha mondjuk valakinek autója van, akkor időnként előveheti a bicikliét is, főleg ebben a nyári-tavaszi időszakban, ami majd most előttünk kell, és biciklizhet többet, ezzel is megtakaríthat benzint ami most például jelentősen magasabb az ára, mint tavaly ugye ilyenkor volt. Másrészt figyeljünk nagyon a ruhavásárlásra, amit javasolnék, ezt örömmel tapasztalom, hogy a korosztályotokban egyre többen vásárolnak second és már egyáltalán nem ciki, mint mondjuk, amikor én gimnazista voltam, akkor ez egy cikinek számított, mert csak a szegények vásároltak ott. Most adott esetben még trendinek is mondhatom, hogyha ott talál az ember egy egyedi ruhadarabot, amit örömmel visel, és egy is olyat, ami ugye keveset volt hordva, vagy akár teljesen új. Sportolhatunk gazdaságosan is, úgy, hogyha például futunk, ami ugye úgymond csak egy edzőtipőt és egy ruhát igényel, vagy a YouTube-on is rengeteg videót találhatunk, amik változatosak, számos olyan nyugati vagy akár magyar csatorna van, amely kínál különféle edzési lehetőségeket, szerintem soha nem lehet megúlni, és azok is épp úgy hatékonyak, hogyha vásárolunk magunknak egy pár súlyzót, és akár egy kis szőnyeget hozzá. Azon túl, hogy pénzt takarítunk meg, időt is megtakarítunk, hiszen nem kell elmennünk az edzőterembe hanem otthon elvégezhetjük a sportolási tevékenységünket, és talán ekkor könnyebben rá is szoktatjuk magunkat, hogy mondjuk minden nap sportoljunk fél órát, és nem tűnik egy olyan hosszú tevékenységnek, ami órákat vesz el. Társadalmi életet pedig élhetünk a barátainkkal majd, hogyha lehet, és nem, nem, csak az edzőteremben találkozhatunk velük. Neked, Betty, van esetleg olyan tipped, amit alkalmaztál, és jól bevált. És el tudnád mondani, mert mégiscsak jobban ismered a saját korosztályodat. Én mondjuk, hogy az ügyfeleim, keresztül ismerem őket, de örömmel hallanék tőled valami tuti trükköt. Hát volt ugye ez a podcast epizódom a szépségipar és a marketing gépezetének a kapcsolatáról. Ott, ott a kifejezetten a szépségápolással kapcsolatban ott elmondok egy párat, de amúgy még ami eszembe jutott, az a Rukkola nevezetű oldal. Nem tudom, hogy ezt mennyire ismeritek, vagy te ismered, Denolemi. Ez egy ilyen könyvcserélős oldal. Még jó pár évvel ezelőtt használtam, és akkor az a lényege, hogy hogy fel tudod regisztrálni azokat a könyveket, amelyeket ö, szeretnél ott eladni, vagyis hát elcserélni, és ö, pontokért teheted ezt meg, kapsz az elején egy vagy két pontot, abból tudsz ö, ö, gazdálkodni, ott is gazdálkodnod kell, be kell okosan használod a pontjaidat, mert hogy vannak ilyen nagyon értékesnek mondott könyvek, azokat csak több pontért ö, rukkolhatod el, <laughs> és ö, és igazából így működik, a posta költséget kell csak fizetni, és kincsekre is lehet ott lelni, akár idegen nyelvű könyvekre is, vagy olyanokra, amik már antikváriumban kaphatóak csak, úgyhogy én ezt ajánlom nektek. Megmondom őszintén, már évek óta ne nem használtam, de szerintem biztos működik, mert szuper volt ez a rendszer. Úgyhogy ez, ez ami így eszembe jutott. Köszi, ez egy jó trükk, egy tipp, én, én nem ismertem, de majd utána fogok nézni mindenképpen. Könyvesárlás az egy veszélyes dolog, aminek Itt. én régebben úgy álltam ellen, hogy nem mentem be a könyvesboltba, és online sem kattintottam rá semmilyen oldalra de hát ez nem könnyű. Igen, amúgy a könyvesbolt ez egy veszélyes terep, mert ott nagyon nagy a kínálat, és egyre drágábbak tényleg a könyvek, úgyhogy akár mondjuk a rukkola mellett egy, a, könyvtári tagság kiváltása is egy, egy tök jó kis opció lehet, vagy akár mondjuk az, hogy tényleg barátokkal könyvet cserélgetni. Még, még az egy tipp, de gondolom ezt mondjuk szoktátok magatoktól is. És tényleg ezek a dolgok így nagyon-nagyon egyénre szabottak, ezért is szoktam az egyéni tanácsadás során mindenkinek a saját helyzetét elemezni, mert annyira eltérőek lehetnek, mert hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk valaki örökölt egy lakást, akkor ez mennyivel nagyobb könnyebbség, hogy neki nem kell a, a lakhatásra félretennie. Bizony, bizony, bizony. És hogy látod amúgy egyre többen mernek már így pénzügyi tanácsadóhoz fordulni? Vagy még mindig nehezen osztják meg az emberek az intim pénzügyeiket egy idegennel? Igen, ezt így jól érzed, hogy ez egy nagyon intim téma, és kell egy kis idő, hogy megnyíljanak az emberek. Én egyébként a magánpénzügyekkel pont úgy kezdtem el foglalkozni, hogy a vállalati váll vagy vállalkozó ügyfeleim, miután már megismertek, és az ő vállalkozásaikban segítettem annak a gazdasági kérdéseikben, akár adózásban, vagy tervezésben, akkor ugye, ahogy megismertek, úgy bizalmok lent irántam, és akkor kértek meg, hogy foglalkoznánk-e a magánpénzügyeikkel uh -huh. is, és hogy átnéznénk-e azokat is. És és azért még mindig ez a jellemző, hogy, hogy elsősorban a vállalkozói ügyfeleim kérnek ilyen jellegű tanácsot is. Tehát megértem, ez egy bizalmi téma, de azt gondolom, hogy másrészt azt is érdemes megfontolnunk, hogy akitől mondjuk segítséget kérünk, ő erre a feladatra úgymond munkaként tekint. Tehát, hogy nem fog csámcsogni azon, hogy most mi miért költünk túl sokat cipőre, vagy ruhára, <laughs> vagy kozmetikai szerekre, hanem szeretne tényleg segíteni abban, hogy, hogy elérjük a célunkat. Tehát és ugyanúgy minden tanácsadót köt a titoktartás, és szerintem ezt azért az emberek komolyan is veszik. Olyan, mint mintha ügyvédhez is ugye bizalmas ügyeinkkel Persze. fordulunk, meg az orvosokhoz is. Tehát ezek mind-mind intim dolgok. Amit inkább nehézségnek érzek, hogy sokszor a családokban sem mernek ezekről a dolgokról Ó, beszélni. Bizony, bizony pedig nagyon jó lenne, hogyha mernénk egymástól segítséget kérni, ha mernénk őszinték lenni, hogyha a párok megbeszélnék a pénzügyi céljaikat, hiszen azért ezek olyan dolgok, amikkel foglalkozni kell, és, és nem titkolni való, hiszen nem arról van szó, hogy most valaki milliókat szórt el szerencsejátékon, legalábbis remélem, hogy nem, nem ilyen esetekről lenne szó. És ezt hogy kell elképzelni, hogy ilyenkor amúgy kis, is kéred mondjuk a bankszámla kivonatokat, és akkor átnézitek a, együtt, hogy hú, hát igen, itt ezek, ezek azok a tételek, amikkel el kellene gondolkodni, vagy ennyire azért nem, nem, nem vagy szigorú? Nem kértem még is a bankszámla kivonatot, hanem, hanem ezzel a felméréssel szoktuk kezdeni, hogy megszerkeztjük a táblázatot, átbeszéljük, hogy mire költenek, milyen kategóriákat határozzuk, meg hogyan tudják azt jól vezetni, és, és, és akkor így pár először elkezdik írni ezeket a, a tételeket, és akkor pár hét múlva átbeszéljük, hogy most hol is tartanak így röviden, vagy valamikor lelevelezzük, általában azért online, így Skype-on mm -hmm. megbeszéljük. Csak azért gondoltam a, a bankszemlöki kivonatra, mert hogy szerintem sok ember azzal, a, azzal hozza magát rosszabb anyagi helyzetbe, hogy önmagának se vallja be, hogy mire költ. Ugye, hogy egy, egy ilyen napellenzőt tesz a szeme elé, és, és nem akarja látni a, a fától az erdőt, de hogyha mondjuk tudatosan szeretnénk ugye ezen változtatni, akkor elvileg úgy állunk hozzá, hogy, hogy, igen, akkor most, most őszintén leírunk mindent ebbe a táblázatba, de én például azt is el tudom képzelni, hogyha valakinek annyira kaotikusak a pénzügyei, hogy, hogy így át akar, vagy nem át akar, de hogy így véletlenül vagy nem véletlenül átsiklik bizonyos kiadások felett, és hogy ezt így megpróbálja a szőnyeg alá seperni. Igen, valószínűleg így ezek az emberek még nem találtak meg, de biztos, hogy igen, itt ez nagyon jó, és köszönöm a tanácsot, hogy itt érdemes lenne megnézni a bankszámla kivonatot. Nyilván csak egy együtt közösen. közösen. Persze, hát az mindenképpen ugye azt más, hogy nem is lehetne, de Persze. igen, ez olyan egy tükör, ami nem fog hazudni. Hogy mi is történt. Nekem például ezt most személyes tapasztalatból mondtam, még évekkel ezelőtt volt ilyen, hogy elkezdtem írni egy egy applikációba. Három hétig mondjuk írtam, tényleg nagyon-nagyon szorgalmasan, és akkor utána, jaj, hát ez, ez végül is nem olyan fontos, ezt fejbe tudom tartani. Nyilván arra mondtam, hogy nem fontos, amire tudtam, hogy nem kellett volna költeni. És ö, ezt el tudom képzelni, hogy mondjuk későbbiekben eszkalálódik valakinél, és mondjuk 15-20 éven át görgeti maga előtt ezt a ezt a, ezt a lavinát. <laughs> Ezért jutott csak eszembe. Elértünk, Noémi, az epizód végi három visszatérő kérdéshez, és az első az az lenne kicsit más a pénzügyektől különböző kérdés, hogy mikor érzed magadat a legszebbnek? Hát igen, tényleg más, mint a pénzügyek de úgy érzem, hogy akkor, amikor napsütötte a bőröm, mert sajnos így sápadbőrrel rendelkezem, ezért általában nyáron, hogyha tengerparton vagyok, vagy pedig napsütöttén, de mondjuk itthon, és megnézek egy szabadtéri képzőművészeti kiállítást, nagyon szeretem a kortás képzőművészetet, vagy sétálok az erdőben, amit ugye most is sokszor uh -huh. meg lehet tenni, ott, ahol ugye szinte senki se járkál. És hogyha a barátommal, a családommal vagyok együtt, ezt mondanám. Uh -huh. A második kérdésem, hogyha csak egy tanácsot adhatnál a hallgatóknak, hogy mivel tudnák boldogabbá varázsolni, szerinted az életüket, akkor mi lenne az? Hogyha csak egyet mondhatok, akkor ez kicsit összefoglaló válasz, jó, jó. de az lenne, az lenne, hogy éljenek egészségesebben, és ebbe beletartozik azt, hogy étkezzenek is egészségesebben, hogy sportoljanak hetente, háromszor, négyszer, és hogy rendezettek legyenek a pénzügyeik is figyeljenek a tudatosságra ezen a téren is. Szóval egy ilyen átfogó tudatosság az életben. Igen. És hát az utolsó kérdésem az az, hogy számodra hogyan telik a tökéletes élnap, amikor teljesen fel tudsz töltődni. Amellett, hogy racionális is vagyok, mint ugye jogászközgazdász. van egy nagyon álmodozó élnem. úgyhogy most nekem most is úgy telne a tökéletes én napom, hogy egy déli országban vagyok, lemegyek reggel a tengerhez úszni, utána megisszom egy finom, világos, pörkölésű kávét a tengerparti egyik kis kávézóban, aztán napozok, olvasok, eszek valami könnyű ebédet a családdal, és mondjuk délután elmegyek szapozni, mert éppen csak annyira fúj a szél, hogy ezt még meg lehet tenni, és este pedig közösen sétálunk a családdal, barátokkal a városban, a barátommal. Ez lenne mondjuk a tökéletes én napom, ami most kicsit álomszerű és messze van. Hát ez tényleg tökéletes. Most ebben a pillanatban, igen, ez picit messzinek tűnik, de ki tudja, lehet, hogy nyáron már lesz rá lehetőség. Reméljük. Igen, reméljük. Hát még én azt gondolom, hogy majd csak a jövő nyáron, de a külföldi tengerpartnak, de remélhetőleg azért Magyarországon már lehet úszni vízben idén nyáron is. Abban meg béké, biztos vagyok, Balatonban lehet majd csobbanni, úgyhogy ott valami hasonlót, akkor kívánok neked. Köszönöm. Noémi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a, a, tanácsokat, és a tippeket, illetve azt, hogy, hogy, hogy ennyire a, a, szívügyednek tartod azt, hogy, hogy a vállalati munkád után magánembereknek is segítesz, mert szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos lépés, hogy, hogy a magyar emberek elinduljanak a pénzügyi tudatosság útján. És azért mondtam, hogy magyar emberek, mert szerintem amúgy itthon, így az iskolában a, a pénzügyi tudatosságot nem igazán nevelik belénk. Úgyhogy úgy, szerintem van munka Igen. ebben, és, és nagyon jó, hogy te ezen az úton is elindultál. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. Remélem a hallgatóknak és hasznos lesz ez a podcast. Biztos vagyok benne, köszönjük szépen még egyszer, és találkozunk két hét múlva! Sziasztok!